Ki márton napkor libát nem eszik, egész évben éhezik, tartja a régi mondás. November 9-én szombaton ezért különleges libás ételeket kóstolhatnak a Sóstói Múzeumfaluba látogatók. Már az időjárás miatt sem kell aggódni, ugyanis a skanzen felújítása során térkőburkolatot kapott a falu főtere és kiépült a közvilágítás is. A Márton napi vigasságok a Múzeumfalu utolsó rendezvénye idén, de a régi időkben is a gazdasági évzárás ünnepe volt. Ez a Márton nap, ez egy eredendően vidám népszokáson alapul, és pontosan ezért erős a gasztronómiája is, mert a régi magyar ember igazából itt a tél előtt még utoljára megünnepelte saját magát és azt a bőséget, amit a tavasz és a nyár jelentett számára. A gasztronómiai különlegessége mellett időjárás előrejelzés szempontjából is fontos a Márton nap. Úgy tartották, ha Márton fehér lovon érkezik, a karácsony is havas lesz. Többek között ilyen hagyományokat és régi meséket is hallhatnak a gyerekek a mesemorzsolás során. A csarodai parókiánkban lesz ez a mesemorzsolás. Ott van egy nagyobb terem és egy gyönyörű szép cserépkályha, amit egy évben egyszer befűtünk Márton napkor, és ebben a helyiségben vagy ebben a szobában tartjuk az úgynevezett mesemorzsolót. Ez részben a mesét jelenti, ami a gyerekek számára hangzik majd el, és Hajdú Ágota és Olajos Gábor fogja majd elmondani zenés kísérettel, és közben a gyerekek kipróbálhatják, hogy milyen is volt a régi falusi világban, amikor a kukoricát, a tengerit morzsolták. A Márton napi vigasságokra kedvezményes lesz a belépőjegy, a 3 éves kor alattiaknak pedig ingyenes lesz a programokon való részvétel a Sóstói Múzeumfaluban.